Több halálos baleset is történt az éjszaka. Dunaegyházán egy ittas férfi ütött el 4 gyalogost, 2 meghaltak. Az M5-ösön pedig egy macedón nő vesztette életét egy balesetben, miután az autó, amelyben utazott, 4-szer ütközött az autópályán. Ez az az autó, amelyikkel az ittas sofőr 4 embert ütött el. A gyalogosok az út szélén mentek, amikor a terepjáró nem sokkal éjfél után közéjük hajtott. Az autó nagy sebességgel haladt és fékezés nélkül ütött el a 4 embert. Az ütközés következtében 2 személy a helyszínen életét veszítette, míg a 3. férfi súlyos életveszélyes sérülést szenvedett, 4. pedig súlyos sérülést. A baon.hu információi szerint az egyik elütött férfi a 22 éves súlyos sérült, az ittas sofőr testvére volt. A gázolót őrizetbe vették. Ez már egy másik baleset, ez is éjszaka történt az M5-ösön Kiskunfélegyháza környékén. Így nézett ki a Mercedes 4 ütközés után. A baleset akkor történt, amikor a 34 éves macedón nő a belső sávból előbb kisorolt a külső sávba, majd meggondolta magát és újra sávot váltott. A belső sávban azonban már ott volt egy másik autó, mindkét kocsi a szalagkorlátnak ütközött, a vétlen sofőr a belsőnek, a másik a külsőnek. A Mercedest vezető nő ettől vélhetően megijedt, túlkormányozta az autóját, így a belső szalagkorlátnak is neki ment. Ezután a sofőr nem tudott elkerülni egy 4. ütközést sem, egy utánfutót húzó kocsinak is neki ment. A macedón Mercedes 34 éves sofőrje mindezt sértetlenül megúszta, de az egyik utasa, egy 63 éves nő meghalt. Egy 66 éves férfi súlyosan, 2 kisgyermek pedig könnyebben megsérült. A vétlen autósoknak nem esett baja.